15 éve annak, hogy a Zsámboki Bajzalenke Általános Iskola először pályázott a Tempus közalapítványnál. Azóta már gyakorlatilag adják be évente, két évente a pályázatokat, sikerrel. Először 3 éves projektek voltak, most pedig már 2 évesek, de a 3 évesekre mindig évente kellett pályázni. Most erre a 2 évesre egyszer kell pályázni, és akkor 2 éven keresztül dolgozunk együtt, egy adott mennyiségű iskolával, azokkal, akik szintén bekapcsolódtak ebbe. És mindig ki kell találni valami érdekes programot, amit mi együtt tudunk majd a gyerekekkel megvalósítani. Volt már zöld projektünk is, ahol a fenntartható fejlődésről volt szó, de általában olyan projektekbe szeretünk bekapcsolódni, ahol nagyon fontos a népművészet, a népi kultúra, a zene és a tánc, mert nálunk Zsámbokon, ez nagyon fontos, benne van a pedagógiai programunkban is. Zsámbokon élő népviselet van, tehát ez az, amit igazán mi meg tudunk mutatni ezeknek az iskoláknak. A gyerekek az iskolában hogyan állnak ehhez a programhoz? Imádják. Azt hiszem, hogy ennél jobban motiválni nem lehet a gyerekeket, mint egy ilyen programmal. A projekt munka is ismeretlen volt addig számunkra, amíg ezt el nem kezdtük, ezt a Comenius programot. Tehát nálunk már 1998-tól folynak így projektek. Nagyon szerették, játszva tanulnak, azokat az országokat gyakorlatilag kívülről fogják fújni, az ő kultúrájukat, a földrajzukat, mindenüket, akik ide érkeznek. És hát gyakorlatilag még a vendéglátásban is hát jelentkezni szoktak, hogy ki legyen az, aki vendégül fog látni idegenből érkezett gyerekeket. Kezdetben persze elfogódottság volt, de most már tudják, hogy ez egy nagyon nagy élmény mindannyiuk számára, azoknak is, akik ide jönnek, és nekünk is, akik vendégül látjuk őket. Amikor önök ellátogatnak egy-egy ilyen csatlakozó országhoz, vagy országba, akkor olyankor mi történik? Általában az első találkozón kialakul az, hogy az az adott csapat, akik együtt dolgoznak, milyen találkozókat szerveznek. Itt most ebben a projektben a spanyol iskola, a koordinátor iskola. És ő úgy szervezte meg az első találkozót, hogy egy hetes programok vannak, de úgy, hogy hétfőn érkezünk és pénteken távozunk, és 3 nap tulajdonképpen a program, amiből általában 1 napot az iskolában töltünk, és megnézzük azt, hogy ott hogyan folyik a munka, hogyan tanítanak, mekkora csoportokban, mit. És a második, harmadik nap az, amikor a környéket nézzük meg, illetve a legközelebbi nagyobb városba is ellátogatunk. És ezt a mi találkozónkon is most ugyanígy csináltuk. A Comenius program célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás minőségének fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját, illetve segítse a nyelvtanulást. A Zsámboki iskola pedagógusai a mindennapjaikban több olyan módszert is alkalmaznak az oktatásban, amit valamely külföldi országban láttak, tapasztaltak. Én úgy képzelem, hogy minden, amit egy tanár lát, tapasztal, abból mindenből tud tanulni, és mindent át tud adni a gyerekeknek, mert egy igazi tanár az saját magából tanít. És ami nekem megvan, az remélhetőleg meg lesz a gyerekeknek is, mert át fogom tudni nekik adni. És az, hogy az ember ezekről élményszerűen tud beszélni, és azok alapján, a képek alapján, amiket ő készített, az nagyon nagy élmény a gyerekeknek is. Mert az átsugárzik belőlem, ugye, hogy nem a könyvből olvastam, hogy amikor én ott voltam gyerekek, akkor igen, tanárnéni ott volt, és mi történt. És ez mindig jobban beleég a gyerekek emlékezetébe, mint bármilyen könyv vagy vázlat, amit leírunk a füzetbe. Azok a gyerekek, akik önökkel kint voltak különböző országokban, mennyire látszik esetleg rajtuk, hogy így más népek kultúrája iránt, vagy más népek talán a személyiségek iránt toleránsabbak?
Ez is nagyon fontos. Nagyon fontos érték, amit most mondott, és ez célunk is szokott lenni minden egyes projekt megvalósításában. Az, hogy a gyerekek lássák, hogy különbözőek vagyunk, de mégis hasonlók. Volt is egy olyan projektünk, aminek ez volt a címe, hogy inkább különbözünk, vagy inkább hasonlítunk. És a gyerekek rájönnek arra, hogy nagyon hasonlítunk. Hogy azok az iskolák mennyire hasonlóak, még akkor is, ha kicsit másak. Hogy amikor Gran Canarián voltunk, akkor csuda érdekes volt ez a déli hangulat, ami ott van. Hogy egy iskolai ünnepség az nem úgy zajlik le, mint nálunk. Nem olyan fegyelmet követelnek meg, még akkor is, hogyha ott mindenki figyelt. De az, hogy a nagymama fölinteget a színpadra az ő kisunokájának, és kiabálva integet föl, az ott teljesen természetes volt. Teljesen természetes. Az, hogy később kezdődik az élet. Ugye? Hogy milyen furcsa, hogy ezt így megtapasztaltuk, hogy jé, náluk más, és hogy sokkal később, jaj, igen, hát később kell föl a nap. Hogy ezek ezért vannak, de azért nagyon hasonlók. Most, amikor jöttek hozzánk gyerekek, akkor Törökországból 6 gyerek érkezett és 6 pedagógus, tehát muszáj volt őket kis busszal behozni. Ezt nem lehetett személyautóval megoldani, bár ezt szoktuk csinálni. És vittem magammal azt a 3 tanulónkat is, akik vendégül látták ezt a 6 török gyereket. Fantasztikus volt, hogy amikor Gödöllőn leraktuk a tanárokat, és elindultunk Zsámbok felé, 2 perc múlva ezek a gyerekek olyan beszélgetésben voltak egymással, hogy öröm volt őket nézni. És kacagtak, és ennyi volt az oldódási idejük. Hihetetlen az, hogy az angol tudás, meg egyáltalán az, hogy ők gyerekek, olyan közel hozta őket egymáshoz, hogy valóban boldog voltam végig emiatt. Március 18 és 22-e között a Bajza-Lenke általános iskola vendégei voltak a programban résztvevő országok képviselői. A falu apraja nagyja összefogott a fogadásukra. Minden országból érkeztek, 26-an összesen. 10 tanuló és 16 tanár. Eddig nálunk voltak a legtöbben, mert az első találkozó Spanyolországban volt, a második az Skóciában, Glasgowban, és most ez volt a harmadik, és ilyen népes delegáció még egyik helyre sem érkezett, mint hozzánk, aminek persze nagyon-nagyon örültünk. Az első napunk hétfő, hogy az azzal telt el, hogy behordtuk a reptérről a vendégeket. Kedden volt gyakorlatilag az iskolánknak, a településünknek, a kultúránknak a bemutatása. Volt egy welcome ceremony, egy megnyitó ünnepség, és természetesen mondom, a dalok és a táncok azok, amelyeken keresztül meg tudjuk saját magunkat mutatni. Nálunk néptáncoktatás folyik, zsámboki népi játékoktól kezdve, moldovai csángó táncig mindenfélét mutattunk be az ide érkezett vendégeknek. Megtanítottuk velük a Tavaszi szélvizet áraszt című dalt magyarul, és az énekkar, Bolosné Őszi Erika igazgatóhelyettes vezetésével mindenkinek egy kis zenei ajándékot nyújtott át, a saját nyelvén egy-egy népdalt megtanult. Úgyhogy egy török népdal, egy olasz, egy görög, egy lengyel, stb. Tehát mindegyik, egy skót, mindegyikből megtanultak egyet. Ez nagyon érdekes volt a gyerekeknek is, mert ugye addig csak készültek erre, és egyszerűen boldogan nyitották sarkig a szemüket, amikor látták, hogy a vendég tanárok éneklik velük együtt ezeket a dalokat. Utána pedig, még szintén ugye az iskolában maradtunk, minden osztály fölkészült egy-egy országból. És egy-egy ország érdekességeit mutatta be, népzenéjét, néptáncát, képekben a környezetét. Volt egy édesapa, aki elkészítette nekünk az aténi Parthenont, az valami fantasztikus gyönyörűség volt, ezúton is köszönjük neki, mert nagy élmény volt az ide érkező vendégeknek, de még bizonyos sajátos ennivalókat is készítettek. A görögöknek cacikét, az olaszok pizzát, a törököknél baklava készült, tehát minden sajátos étel, amit a
A gyerekek is nagyon élveztek, és természetesen a szülők is segítettek ebben, mert ezt mi nem tudtuk volna mind megcsinálni. Az iskolában étkeztünk, majd megnéztük a tájházunkat, ahol a zsámboki bútorok, viseleteket mutattuk be a gyerekeknek és a felnőtteknek. Átmentünk a templomba, amiről szintén angol nyelven ugye ismertetőt adtunk. A tanulóink orgonáltak, fuvaláztak, Volosznyi Őszi Erika elénekelte az Ave Mariát, amit meg kellett ismételni, mert nagyon tetszett a vendégeknek. Délután meeting volt, ahol az elkövetkezendő időszak feladatait beszéltük meg. Este pedig a zsámboki lakodalmast, a zsámboki műlagzit nézték meg, ami nagyon-nagyon tetszett nekik, és be is kapcsolódtak a táncba és a mulatásba, mert muszáj volt nekik, mert fölkértük őket. A következő nap az a környék volt, Domonyvölgybe mentek el egy félnapos programra, majd a Gödöllői Királyi Kastélyt nézték meg, és a csütörtöki nap volt a budapesti, amikor is parlamenti látogatást szerveztünk nekik. Ha itt vagyunk ilyen közel, akkor természetesen elmegyünk, és akkor délután még vásárolhattak is maguknak olyan népművészeti tárgyakat, amik úgy gondolták, hogy Magyarországra nagyon-nagyon jellemzőek. És ugye búcsúvacsoránk volt csütörtökön, pénteki napunk pedig azzal telt el, hogy hordtuk vissza a reptérre őket, és elbúcsúztunk tőlük. Az iskola ebben a programban azzal is büszkélkedhet, hogy az általuk készített logót használja az összes résztvevő ország. A Magyarországra érkező vendégeik pedig torta formájában is megcsodálhatták azt. Meddig tart ez a program, a jelenlegi? Még a következő tanév lesz. A következő tanévben, októberben Görögországba, decemberben Olaszországba, januárban vagy februárban Törökországba, Isztambulba fogunk menni, és a projekt lezárása a szintén Spanyolországban lesz, ahol elkezdődött. Úgyhogy ez vár még ránk, meg hát sok-sok munka, meg nagyon sok élmény a tanároknak is, meg a gyerekeknek is, mert terveink szerint Katowicébe is, Olaszországba is, és Törökországba is fogunk magunkkal vinni gyerekeket. Legközelebb májusban utazik az iskola delegációja a lengyelországi Katowicébe.